Sziasztok, itt újra lesz után! Folytatjuk a Phoenix Friday City Justice Forrat az első, a harmadik epizód első perével. December 29-94 perc, 4 bíróság, vádlott lobby, 5 össze. Jó reggelt, Max! Max? Tej! Mi? Hogyha nem kap tejet, mielőtt a színpadra jut, nem tud rendesen funkcionálni. Nem lesz itt semmiféle helyszín, csak ülnöd kell. Szerintem is. Mi? Ez tényleg ideges. Ez érthető. Egy gyönsége. Mi az? Hát nem kéne repülni, ugye? Ha? Szia! De ágyod ebben repülni, ez teljesen meghülyed! Nem van a helyén való. Képzeld csak el, mintha megütnél valakit. Ne aggódj, mert csak tedd azt, amit így mond, és minden ember lesz. Most mi az? Hogy ő repüljön, az a szője! Hogyha mi oda, hogy mindenki az én odalomra állna, hogyha tudnék repülni, hát meghűlt. Nem kell senkinek repülnie. Nick, mi ez a nézés az arcon? Neki tetszene az az ötlet, hogyha repülni. December 29, 10 óra, négy bíróság, kettes számú tárgyalt el. Hát, hogy ennyi a hír kibbant. Hogy megáll már azonnal és ostorozza. És csak most tudja meg, hogy Billy Bob Johnson volt nyere. Tehát? Nem Maximum Gatti van neve, de. Az ő neve a leggyakoribb. Mike Sneed. Hát az unokája rajongója. Hát szélsején a úgy, hogy Maximilian Gatti. Barcsán. Hát örülne, kíváncsi, hogy ez lenne az előtt. Hát még mindig meg van őrülve. Hogy egyszer már legyőztem. Hogy szégyen! Megérdemelted, hogy veszíts! Nagy ribanc voltál, és most is az vagy. Még hogy nem számít. Azt nem te döntöd el! Nem fogok annyi nyerni. Pedig már vesztettél? Hát nagyon aggás még mindig. Figyelj, Tom. Hogy én bűnös?
Mit kérsz, ezt nem mondtam semmi rosszat, te rivanc! Végső bosszú! Hát ezt ne remélt. Ezt megbánod még. Megint Gánsú detektív. Jó, kezdjük a valami mással. A műtény estégen esett a hó 9:40-ig, nagyon hideg volt. A cirkusz tagjai találkoztak a Big Top-nál, hogy gyakorolják a rutinjukat. De ez befejeződött 10 óra körül. Szóval, hogy itt történt a gyilkosság. Az áldozat egy doboz fölött volt, valamilyen fadoboznál volt megtalálva. És mi okozta a halált? Valaki a fejét ejtette valami nagyon nehezet, ami eltörte a nyakát. És itt a boncolás jelentés. Jöhet a kezd kérdés. Hold it! Hát erős havazás volt, ez biztos, sőt, valami hóbiasz is. Be kell nézni el... ide. Itt most nem tiltakozhatok, annak nincs értelme. Hold it! Mindenki csak kivéve a táncosok, meg a szervezők. Regina az állati domár, Mo a bohóc, és Ben a... Most már eljöttem, hogy a ventriloquist az hasbeszél. Azt jelenti hasbeszélő. És persze... a vádlott Maximilian és az áldozat ringmester. És Regent Tigris. És a majom? Hát biztosan baszakodott vele ez a majom. Hold it! Hol távoztak? Regina Tigrissel játszott, míg a bohóc fáradt volt. A hasbeszélőben a kapunál volt. Ringmester és Max pedig ringmester szobájában beszéltek priváton. Thank you.
mert voltak éppen, de meg akartak én Yuji-nak a kezét. Hold it! Légyek te lehet, te hülye libon! Hold it! Az áldozat bizonyára fel akarta emelni azt a nehéz dobozt. És elég fura volt az a doboz. Elég nehéz volt. És be volt zárva. Egy újabb bizonyíték. Mit is kérdezzek? Mondjuk a tartalmát? Én mi volt itt abban a dobozban? Próbáltak kiinni. És találtak egy ilyen kis üveget. És mi volt benne? Bors. Na ez is egy fontos bizonyíték. Hát annak van valami jelentése, de ott a múltba kell visszatekinteni. Hold it! Nem találta meg azt a gyilkos fegyvert. Keresték. A legkövető bizonyára elrohanhatott vele. Ez egy barátszata? Hogy barátszata tűnt el? Most... Most hívja a következő tanult tűznő. Most a hasbeszélő hívja ide, illetve a bábját. Amikor kérdezi a németnek a foglalkozást, akkor meg a báb válaszol. Trilla a közt. Egy opera énekes. Elnézni? Azt nem tudom, hogy ment sem, én Woodman volna, a hasbeszéd. De helyette inkább a báb fog valamást tenni. Mi? Micsoda ritmus az. Ezt inkább nem is. Adj neki!
mindig ki baszogasd, mindig lehet. Megint, adj neki! És a Mio nem is szól ebbé. De most ki a... Szentan. Szóval rábízza a bábra, hogy ő baj. Hát ez mi? Hát ez zavarja, de az ügyésztem így ezért, emiatt is elostorozza. Amikor a gyakorlatnak vége volt, elhagyta a sátrat a bohóccal. A plázába mentek. Akkor látták Max-et. Ő lehetett az egyetlen, aki mehetett az út. Amikor a sorok megjelentek, elvitték a varázsfiút. A három szimbólum itt rendkívül fontos. Meg kell jegyezni. Kezdi gyanítani, hogy a bohóc is lehet. A bohóc nem lehet a tettes. Miért? A bizonyíték ez a kala. A büntény szintén ezt találták. És a... Vádlathoz tartozott. Ha a bohóc lenne a gyilkos, akkor ez a kalap nem lenne ott. Mi a válaszom? Ez nem fontos. Ez sem fontos. Hát nem tudom. Hát itt nem tiltakozhatok, az biztos. Hold it! Csak őt lát? Csak egy valaki lehetett ott. De többre lehet szó. És mi jelzett? Ez fura. Hogy csak Max-et láthatta. Nem úgy tűnik, mint hogyha a más is láthatta volna. Ha ilyesmi van, azt jelenti 10 életem van. Hogy két láthatott? Az áldozatot. Take that! Úgy van. Hogyha a Trilla ott volt a... Akkor látnia kellett volna ringmester. Mit képzelsz?
De miért veszik? Hogyha tényleg a ringmester szobájában volt, akkor mit keresett a bűté helyszínén? Hát ez még nem elég. Talán elmondás. Ajajajajajaj, te biztos, hogy nem tiltakozhatok, azt tudom. Hold it. Most a harcimból fogja megemlíteni. Ez a kalap, az a köpeny, meg a fehér rózsa. Na, ez a harcimból majd egy fontos. És ez mikor történt? És adj neki annak a baromnak. Vagy adjanak a majomnak. Fejt is, hogy adj neki. Ja, akkor a 10 alakkor jelentett végét. Tehát mások a kiváltatók. Tiltakozom! Elég nagy nyomással alatt van, de... És van, de bizony. Ugye idegben kit kellett, hogy várjon? Reginát! Take that! Már volt a fejem! Nem Reginára vártál? Hogy kit érdekel? Az érdekes, amit láttam. Hát az egyértelmű ok, hogy a tanú miért volt ott az részben. Várta a részben. Látta a vádlottat ott ahol. Objection!
de még nem láthatta bizonyára az áldozatot. Még Marky Mass is eltérszület. De már megint kezdett a hülye ribanc! De nincs bizonyíték arra, hogy az állati domár, hogy az állati domár akarta, akarta állni. Beismerj, hogy Reginával akart. Hogy képzeled ezt? Ezt el kell mondani. Meg akarta kérni a kezét. Ezt nem is kell hosszan elmondani. A tökéletes terve már nem olyan tökéletes többé. Hát persze, mit gondoltál egyáltalán? Csak a... Nem győzhetsz akkor, amikor csak akar. Hogy ne lepődjük meg azon, hogy... hogy Reginának akart olyan ajándékot adni. És a zsebében volt, és azon volt, hogy odaadja. Olyan... De nem volt esély arra, hogy még megadja neki, tehát még mindig a zsebében volt. Tehát ebben már van ellentmondás. Csak azért, mert bál vagyok, minden jelenti azt, hogy nem szeret. Jól van, értem a kezdkedések. Ez nem fontos. Hold it! Mit akartál odaadni? Hogy tudom, a késő van. Hát az egyszerűen a szép, valamit, ami a szépségével egyenlő. Ez az a csajnak a szépségével. Meghalsz, amikor meghalod. Egy-egy gyűrűt. Egy jelzési gyűrűt. Hogy az én vicceim! Ennek akar véget vetni. Most jött rá, hogy az ennek véget akar vetni. Viszont, hogyha tovább erőtetem ezt a dolgot, biztos, hogy le fog ostorozni. Csak hogy ez az egyetlen megoldás, nem tehetek mást. Tűnöm ki, hogy az Raybans megint leostorozzon. Hogy ez a nő milyen kegyetlen. Itt egyet érte a szavammal. Azt akarja, hogy változtassa meg a szavar. Jó van, ezt ne lehet kerülni. Tényleg? Úgy már van elmondást, úgyhogy... OBJECTION! Trio. Szerintem mutassak valamit? Mi a? Miről beszélsz? Elismered ezt a gyűrűt?
az enyém, add vissza! Hogy tolvajnak lesz nevezni! Csak hogy azt mondta, hogy a végén nem tudta odaadni. Hát ez így halukság volt, hogy zsebében volt. Akkor miért van nálam? Hogy mi folyik itt? Adj neki, adj neki, adj neki, adj neki, a majomnak, adj neki, adj neki, adj neki. Adj neki, adj neki, adj neki. A majom szobájában találta. Szóval a majom vette el tőle azt a gyűrűt. Ragyogó dolgokat veszett, tehát a gyűrű is az egyike volt ezeknek. Mikor lopták el a gyűrűt? A bűn tény napján. Több leketünk. Amikor megszett látták, azután lopott el valaki azt a gyűrűt. Biztos akkor támadott rájuk ez a... És így vetté tőle a gyűrűt. Ennek semmi máshoz nincs köze. Ez nem a te döntésed. Még nem ismer be semmit. Mit tette, amikor elvetik azt gyűrűt? Üdvözlőbe vette volna a majmot. De nem vette üdvözlőbe bizonyos. Üzs, adj neki, adj neki, adj neki, adj neki. Adj neki, adj neki, adj neki, adj neki, adj neki, adj neki még. Egy dolgot ez bizonyít. Hát benn valamásában van egy hiba. Van elmondás, az biztos. Amikor zsaluk megérkeztek, akkor nem ment a plázába. Senki, hát ő bizonyára nem figyelhette a plázát. Hogy mit jelentsen ez? És hová ők adok ki? Hát nem láthatta azt a plázát. De a következő ponthoz kéne, hogy érkezzünk. Más valaki lehetett a büntény helyszín. Hát bizonyára nem átadta az áldozatot megérkezni a büntényszín. De ez még nem változta semmi. Hát bizonyára hazudik, mert rivalizál Max-t.
Hogy mész? Egy túl akart. Nem azon azért. Na mindegy. Akkor is lát. Tényleg várt és nem. Tényleg láttam egyszer. Hát 5 perc tehetett el, amikor megláthattam. Mondod neki jó éjszakát, de nem figyelt rá. A három szimbólumban sem tévedett. Miután láttam megszert, akkor ma nem jelent meg. Hát csak egy perc különbség volt csupán, hogy miután megláthattam meg. Mennyi idő volt, míg vár? 5 perc. Hát az 5 percnél az áldozat biztosan lehet idézni. Mert kezdkérdéseket kezdkérdéseket jól nézik is. Hold it! Hát köszönéseket említi, ezt nem kell mondani. És este meg jó is, jó itt kell. Add neki! Adj neki annak a ma... Adja annak a majdnak. Van még hiányzik ebből. Na ezt nem szabad! Hogy de rám ez még nem tudik komolyabban, csupán mondja, hogy többszörösen leostoroz. Igen. Mi a fura? Ha utálod meg szerte, miért te... De... Out! Tessék! A jóra mentő és akkor is leostorozom. Persze a harmadik választásnál még 4-szer is osztorozást kaptam volna, vagy többet. Bizonyít minden ebben a világban. De a blöffelés is minden ezen a világon. Ezt is meg kéne tanulni. Hold it! Ezt nem fordítom le, mert már válaszoltam erre.
De most már tudok lyukat húni ezen a vallomáson. Mert most már van egy bizonyíték, amit felhasználhatok. Akkor most itt az idő. Objection! Trio, az nem igaz, hogy harcoltál meg szel a gyilkosság napja? Reginaért. Egy nem egyetértés nem végződött volna, hogy valaki a fej... valakinek a fejére törnek egy ilyen üveget. Tehát meg leütötte bennünk fejét. Tehát itt az elmondás. Miért mondan a jóit olyan valakinek, akik leütötte a fejét? Hogy hazudik? Hogy nem hazudik. Hogy kit látott? Mást valakit látott. Mire más van, az rossz. Lehet, hogy látott valakit, de az nem hiszem, hogyha vádlott. És annak két... Ez biztos, hogy nem Max lett volna. Megszerint találkozott volna, de itt is itt. Tehát egy válasz van erre. Úgy nem megszerint láttam. Szerint tehát így úgy kell gondolkozni, hogy ki lenne az? Ki lehetett az, aki kívánt volna jó szakát? Már szóval ki itt is láthatott? Az áldozatot. Nem Regina. Hogyha Regina lett volna, hát odaadta volna a gyűrűt. Az áldozatot láttam. Szóval ezért köszönöd neki. Mert bizonyára azt gondolt, hogy áldozat... Az áldozatnál volt az a kalap, meg a köbben még az a, az a két fehér rózsa. Ezt azt gondolta, hogy az... De aztán már jobban megnéztem, meg itt látom.
Itt a probléma most már az, hogy egyáltalán az áldozatot látod, vagy a vádlottat. De biztosan nem hagyja meg. Tehát még mindig marad élményben az, hogy vagy a vádlott, vagy a vádlott volt látható. De más... van rá bizonyíték? Hát sajnos még nincs egy bizonyíték, hogy áldozat vagy a bűnös. Hogy a vádlott-e a bűnös. Vagy hogy azt hordta azt a három szimbólumot. Így nem tud ítéletet hozni. Ez egy pont lenne, de... sajnálatos módon. Jön a neheze. Van még egy tanul, aki ki kell hallgatni még az első pillanat. Tehát most 10 perc szünetet fog tartani. Tehát a következő tanul kell majd a következő részben kihallgatni. Folytatjuk. Rendben van, srácok, ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. És legközelebb kihallgatjuk Móta Bohócot, de ez elég őrültveszésről is. Úgyhogy már búcsúzom, sziasztok!